Sziasztok! A mai videóban, mint láthatjátok, felrobbant itt körülöttünk a karácsony. Arra gondoltam, hogy mivel még nagyon nem ismeritek Illust nálam, együtt csináljuk a Szomszédom podcastet, arra gondoltam, hogy mivel mind a ketten imádjuk a karácsonyt és szeretünk dekorálni is, Illus végzettségét tekintve virágkötő, úgyhogy ő tudja is mit csinálni, én csak szeretem csinálni, amit most fogunk. Koszorúkat fogunk készíteni, adventi koszorúkat. Úgyhogy ezt fogjátok végignézni, illetve írtatok nekünk kérdéseket is, ezekre fogunk majd válaszolni, és akkor lehet, hogy jobban megismeritek őt is egy picit. Koszorunk témája ilyen erdei, szarvasos, fegyős, terméses, ez a vonal lesz, de aj, te is fertőzöl engem. Igen, Illus inkább az ilyen egyszerűbb, letisztultabb vonalat képviseli, én pedig a csicsától egy picit díszesebbet szeretek csinálni, szóval ami csak ráfér, az mehet rá. Igazából Santa Claus Village-et szeretném kicsit megvalósítani, és mivel soha nem tudjuk sehova tenni a koszorút, mert az étkező asztalunk, a mindenes asztalunk is a konyhában, szokták mondani, hogy az az igazán gazdag, aki az étkező asztalát csak étkezésre használja. És ez tök igaz. Ki használja csak enni az étkező asztalát. Most egy logos koszorum lesz, és felfelé is 3D-s lesz, meg majd lefelé is lógni fognak róla dolgok, egy ilyen igazi gics bomba lesz. Az enyém az nem. De sokkal díszesebb lesz, mint ami rám jellemző. És tök jó, mert egyébként Illus egy olyan koszorút választott, ami nem a hagyományos, szóval ilyen ágakból. Bocs! Ágakból van így összerakva. Tök jól néz ki. Gyökerek igazából. Szárított gyökerek, és ilyen kicsit mosott hatású, de nagyon szép. Látjátok, hogy fogalmam nincs, miről beszélek. Voltunk a Virágtrendben vásárolni, ami egy ilyen... Virágkötészeti kellék nagy kereskedés igazából. Igen, és mivel Illusnak ez a végzettség, ezért be tudtunk menni oda, és akkor vele vásároltunk mindenfélét. És ez egyébként 3 asztalon fér el, szóval behoztam egy ilyen kempingasztalt, meg itt van a körmözős asztalom, és a konyhaasztal. És még így is csurig van minden. Úgyhogy szerintem kezdjük el a dekorálást. Igen, végzünk. Igen. Egy kicsit csaltunk, de csak mert az annyira nem izgalmas, úgyhogy én előre bedrótoztam így a gyertyákat. Hogy fel kelljen most így időt húznunk. Nekem ilyen kis pöttyös, fehér-piros gyertyám lesz, Illusnak pedig ilyen mentaszínű. Na hát. Amikor jött ez az ötlet, hogy a szarvasok meg így a koszorún átugranak, akkor mondjuk állnak, de nem baj, majd ezek ugranak, a levegőbe fognak repülni. Lebegnek. Lebegni fognak, igen, éppen megpihennek menet közben. Találtunk ilyen tök szép arccal, meg 3D-s testtel rendelkező szarvasokat is, de 1000 forint volt egy darab, és nem akartam 8000-et csak szarvasra költeni, úgyhogy lapos szarvasaink lesznek. Neked? Nekem. 3D-s szarvas. Nem, de nincs 8. Kérhetek egy ollót. Annyira felkészült vagyok, hogy nem kell lefekszem. Hát mondanám, hogy kérhetsz, de látod, hol van. Márpedig nekem is kelleni fog, úgyhogy oda kell érte mennem. Most ketté fogom törni a szarvast, úgyhogy megvárom inkább. Arra gondoltam, mert hogy ezt ide középre berakom. Aha. És erre ragasztom a szarvasokat, meg az erdőt. De lehet, hogy ez így baromi búzni. Egy fakérget rakok ide. De ez se jó, nem rakok ilyeneket, de... Nem. Csak tipp, a gyertyához nem ragad a ragasztó pisztoly, azért van bedrótozva nekünk is. Én ezt tavaly nem tudtam, de megtudtam, hogy próbáltam, nyilván. Egyébként így a virágkötészettel kapcsolatban nyilván csináltál egy csomó koszorút, amikor dolgoztál ilyen helyen. Volt valami ilyen kedvenc koszorú, vagy amit nagyon utáltál csinálni így a két véglet? Az az igazság, hogy ez a csicsás vonal, ez nyilván a karácsony alapvetően csicsás, de hozzám mindig kevésbé állt közel. Egyszer csináltam egy, azt mondtam, hogy na jó van, most már elegem van, így elszabadítom a nem tudom mit, csicsatengert. És csináltam egy olyan koszorút, és valami elképesztően drágára jött ki az ára, így az alapanyagok felhasználását tekintve, és amint kitettem, meg is vették, abban a pillanatban kb. A kezemből vették. Komolyan? És néztem, hogy mi? És rájöttem, hogy hát nekik nem az kell, ami nekem. Kivittem a koszorút, és akkor mondták ott a kollégáim, hogy akkor ebből légy szíves még egy párat. Tavaly karácsonykor volt, képzeljétek, hogy díszítettem itthon a fát, és Illus is átjött, meg talán Jani is itt volt. És mindig azzal kezdünk, hogy rárakjuk az égősorokat, mert az a végére macerás. És az első égősort feltettem, ami egy ilyen meleg fehér fényű égősor volt, és az így 15 méter hosszú volt, szóval telibe terítette egyébként a lapos falra szerelhető fánkat. És mondta Illus, hogy na, akkor jöhetnek rá a gömbök, és így néztem rá, hogy hát az égősor. És annyira kétségbe esett arccal nézett rám, hogy de hát azt most raktad rá, még égősor, és mondtam neki, hogy hát még legalább 4 darab. Egyébként szerintem az az igazi karácsonyfa, amiből alig látszik ki a fa. Tehát, hogy a zöld része az alig látszik. Legyen rajta sok, csak valami ismétlődő, mint valami.
az ilyen gyerekkoromban levő fáinktól szerintem te sokkot kaptál volna, mert azon konkrétan minden dísz rajta volt, amit így valaha vettünk. Szóval minden szín... nekünk nem ilyen volt. Ja, hát akkor na. Alig vártam, hogy végre saját karácsonyfám legyen, amit én mondom meg, hogy mit teszünk rá. Azok ilyen extrém color koordinát pákoltak, és mindenkit hagytam díszíteni, de ők mentek elől, én megpakoltam át utánuk a díszeket, és mentünk körbe. Én megszivattam magam, mert a göcsörtök miatt nem tud bárhova menni a gyertya. De az erdőben is össze-vissza nőnek a fák, hogyha nem ilyen telepített erdő van, úgyhogy... És a gyertyák is össze-vissza nőnek? Hát ezek szerint teljesen autentikus erdő lesz, mert nem tudom bárhova tenni a gyertyákat. Nem vagy tőle rosszul? Nem mindentől vagyok rosszul, ami szabálytalan, és tudom, hogy a vége jó lesz. Nehéz elhívni, csak mondom. Megragasztó pisztolyoztam a fenekét, az egy... Áú! És a kezed. Na nézd, jaj, nekem már most tetszik. Még csak a Mikulás van rajta. Letörögetem. Várjad ki. Nem vagyok erős. Na jó, add ide. Bármilyen meglepő, mire eljön a karácsony, addigra kicsit elegem van. Már. A karácsonyból? Igen. Tényleg? Viszont én február óta csinálom, és szóval nálam ez normális, hogy februárban már karácsonyi zene szól az autóba, de mire eljön a karácsony, igazából 24-ét szentestét még tök szeretem, de amikor el kell menni családokat látogatni, szeretem a családomat, de ezek a muszáj körök, ezeket annyira nem muszáj. Jó van, menjünk oda, de ne maradjunk sokáig, itt is kell lenni, ott is kell lenni, mindenhol bele kell maga menni, ezt a részét már nem szeretem annyira. Kaptunk tőletek egyébként kérdéseket. Szerintem induljunk az elejére, hogy honnan ismerjük egymást. 2018. februárjában Gabinak a szobáját átalakítottuk. Akkor én eljöttem, mert a csapattagja voltam, és részt vettem ezen az átalakításon. Én úgy tudtam meg, hogy ők együtt vannak, hogy egyszer mamával beszélgettem. Mondta, hogy ja, és akkor Jani hazahozta bemutatni az Illust, mondom, akit, és mikor, és hol, és mi van? És akkor mondta, hogy hát az Illus, tudod, aki itt volt, tudod, hogy a szőke hajú lányom, hát tudom, de hogy mi ők együtt vannak? És akkor inkább én sikítva mentem Janihoz, hogy ezt te hogy nem mondtad el nekem, és miért nem? Sokáig nem beszélgettünk, de akkor karácsonykor eljöttem, az első karácsony, amit már töltöttem, hogy Janival. Akkor egyből veletek is karácsonyoztam, mert hogy ugye így mindannyian együtt karácsonyozunk. Igen. És nem sokkal később én össze is költöztem Janival. És igazából azóta beszélgetünk ilyen nagyon sokat, hogy itt akkor még nem is laktál itthon, akkor albérletben laktál. Az lehet tényleg, és akkor azért nem beszéltünk. Uh-huh. Karácsonykor tört meg a jég. Milyen jég? Hát, ha nem beszélgetünk jég. Én egy kicsit tartottam tőle mindig. Miért tartottál tőlem? Pontosnak tartottam a véleményedet, és féltem, hogy mit gondolsz rólam. Az enyémet! Oh. Nagyon sokat számít a családodnak is a véleményed szerintem, ilyen szempontból is. Oh. Értem, hogy azt mondod, hogy hát én tökre nem bírom az Illust, és semmi jól szakítom. Igen, mert én azt mondom, hogy nem bírom az Illust. Ez amúgy tök reális. De ez tök aranyos amúgy. Minden ismerjük egymást. Igen. Meg a szomszédból. Igen. Jaj, de cukik a szarvasaid, Istenem. Jaj, Illus, te ezt... Ó, de cukik. Jajaj, leverem a gyertyát. Ajaj. Nagyon béna vagyok egyébként, szóval még lehet, hogy az egészet romba döntöm itt a végén. Nagyon könnyű Gabival együtt dolgozni, nekem legalábbis, mert annyira egyformán gondolkodunk ezt a podcastot illetően is, hogy nincs vita dolog ezen semmi, már kb. Így leír valamit, és ah, én is erre gondoltam, vagy én leírok valamit, én is így gondoltam. Igen, amúgy állandóan ez van, hogy így tényleg nem vitatkozunk semmi, mert egyszerűen annyira egyszerűen jön minden. És egyébként veled is nagyon egyszerű együtt dolgozni, és ilyen van bennem néha ilyen kis megfelelési kényszer, hogy egyszerűen annyira alapos vagy, és annyira sokat teszel hozzá mindenhez, hogy így tepernem kell, hogy akkor én is. Ez nem igaz, azt én is így gondolom fordítva, úgyhogy ebben megegyeztünk, hogy hülyék vagyunk mind a kettő. Múltkor próbáltuk nyugtatgatni egymást, hogy de nem kell aggódni, hogy ennyien hallgatnak, meg annyian vannak benne a csoportban, meg jól vagy? Igen, csak nem bírom elfáj. A végén így igazából rájöttünk, hogy én azt hittem, hogy neki van baja, ő meg azt hitte, hogy nekem, és akkor egymást nyugtattuk. De nem baj. Te milyen gyorsan haladsz az enyém, még semmi nincs rajta. Jó, mert 8 szarvast ragasztasz. Lehet kezdeni valamit az ilyen kifolyt ragasztópisztolybigyóval? Hol? Egy csomó kárba megy. Ó, ez nagyon folyik. Kicsit túl meleg itt a pisztolyod. A tiéd nem folyik? Nem. Egyáltalán? Nem folyik. Ó! Ezt hogy szedjem le? Bocsi. Nem baj. Biztos érdekel titeket nagyon, te... Mi az? Hülye vagyok. Hát akkor szedjük le. Nem tudják, merre van az előre szó szerint. Pedig még figyeltem is rá, hogy jó irányba legyen. Elhiszed te ezt? Én el.
Még én is csináltam valamit, nem emlékszem, de annyira koncentráltam, hogy ne fordítva csináljam, és fordítva csináltam akkor is. Mocskámból milyen hangok jönnek ki, hallod? A korona gyomra, ami nem kizárt. A következő tök érdekel engem, mert nem tudom erről, te mit gondolsz, hogy hogy reagáltok a negatív kommentekre. Téged így megérint, vagy bánt, hogyha valaki rosszat mond, vagy negatívat mond? Mondjuk a podcastre. Nem. 15 évvel ötlet elsírtam volna magam, de most nem érdekel. Istek. Hát nekem ezzel a 10 év videózással annyival vastagabb lett a bőröm, vagy nem tudom, vagy így nem nagyon izgat már. Hogyha olyat mondanak, amiben látok igazságot, az fáj, mert azt én is úgy gondolom, hogy ez úgy van, és azon változtatni kellene, vagy jó lenne, de ami csak ilyen fröcskölődés, az nem nagyon érdekel. Valahol egyébként még örülök is neki, mert a statisztikám javít. Igen. Hát igen, mert ott van plusz egy komment, vagy plusz egy megtekintés, úgyhogy igazából annak ellenére, hogy a rosszat akar, igazából jót csinál. Szerintem a negatív dolgot azt is lehet véleményként írni, vagy lehet fröcsögésként, és a kettő ja, persze. Különbség van, és hogy aki fröcsögni megy, az unatkozik. Jaj, annyi mindent rá akarok tenni, de már most is így jó, hogy van. Nehéz ez. Szállj ki a, vagy hogy mondják ezt, a komfortzónát? Gondolkozzak kívül a dobozból. Az. Hát az én dobozom az elég szűk. Szűk. Ha másnak kell csinálnom, úgy szétcsicsázom, hogy csak na, de hogy én magamnak, nem. Tudod milyen? Egy ilyen karácsonyi vagy téli mesevilág, hogy így valamilyen kis tisztásra elmész, és friss a levegő, és nyugi van, és lassan elkezd esni a hó, és ott vagy a természetben, nincs térerő, és ilyen jó hangulat van. Nincs térerő, ez a kedvencem. Nem, most próbálom nem túl díszíteni, és megállni ott, ahol tetszik, és meg annyi mindent akarok rátenni. Díszíts túl! Hát, ettől félek én is. Nincs olyan szerintem, hogy túl díszített karácsonyi dolog. Ez remélem megvan felvételen. Úristen, én egyszer nagyon szeretnék egy ilyen annyira feldíszített házat, hogy besötétedik, akkor ilyen nagyon durván világítson az egész, és így mindenki a csodájára járjon. Villanyszámla. Villanyszámla is. Pont az égősor szerintem a legdrágább benne. Ah, szép, hogy havas. Az egészet le kéne fújni hóval. Nem. Nem. Nem kell hó. Legyen hó! Legyen hó! Teszek rá hópihéket, az jó. Kompromisszum. Mintha közöm lenne a koszorúthoz egyébként. Nézd, itt vannak, ezt mire elteszem. Itt lesznek inkább a gyertyák egymáshoz közelebb. Erre fog elkicsinyülni a decoration. Elkicsinyülni. Na, vannak ilyen sajátos szavaim. Mert csak azt remélem, hogy másoknak is fog otthon tetszeni. Nekem nagyon tetszik. Biztos fog. Hát ha nem, akkor csináljuk a maguknak. Na, kíváncsi vagyok erre, te fogsz válaszolni. Jó. Hogy lehet elérni azt, hogy egy lustább ember megszeresse a takarítást? És már minket még azt írta. Köszönjük. Hát szerintem kell egy motivációs erő, és nekem a húzóerő az abszolút Illus volt. Meg szerintem el kell érni egy olyan mentális állapotba, amikor erre igényed van. Egy kicsit az elején rá kell erőltetni magadat, aztán utána meg már így jönni fog magától, szerintem. De nekem abszolút te voltál így, aki így erre rávett egyébként, így tudat alatt is, mert amikor tudod, így néha átjössz, és akkor így nézelődsz meg minden, így nem akarom, hogy olyan helyre néz, hogy ott egy izé, ott egy nem tudom micsoda, és akkor így ez valahogy így, nem tudom, automatikussá vált, hogy akkor inkább mindent elpakolom, meg kitakarítok, és akkor így most nem látja. Az olyan, mint hogy én féltem tőled, hogy nem akartad, hogy bármit is. Igen. Ha csak gondolatban is megjegyezem, hogy ó, de kupis. Igen. Egyébként ezt már többen mondták, hogy ha én megyek, akkor ilyen kényszerbérzetük van, hogy takarítani kell. Igen, mert tudják, hogy észreveszem, nem fogok szólni, de észreveszek. Igen, és van egy ilyen nézésed egyébként, amikor így beszélgetsz valakivel, és akkor így közben így nézelődsz közben, és van egy ilyened, így nagyon apróba, hogy de csak ilyen picibe. Mondd, jött egy olyan kérdés, hogy hány évesek vagytok, ha szabad kérdeznem? Én 35 éves vagyok most. Meg 22. Általában csak így filmeknél, meg sorozatoknál, meg ilyeneknél, meg zenéknél tűnik fel, hogy van köztünk valamennyi. Például Gabi a szomszédok sorozatot nem látta, és nem tudta, hogy létezik, én meg néztem is. Amikor vannak ilyen kerti partik, a buli végén Illus valahogy oda keveredik a zenelejátszóhoz, és elkezdi a Backstreet Boys üvöltetni, meg a hasonló kis zenéjét, és így táncol rá. És filmekben is nyilván 13 évvel többet tudtam filmet nézni. De hogy azt a 13 évet végig filmezte az első pillanatra az utolsóig, mert szerintem a Netflix összes filmjét látta, meg az HBO Go összes filmjét is, és elejétől végig tudja az összeset kívülről. Igen, általában én annyi idő alatt nézek meg egy sorozatot, amíg más két epizódot vagy egyet, vagy eldönti, hogy mit akar megnézni. Hogy így fizikailag lehetetlenség.
annyit megnézni, meg annyi tartalmat fogyasztani, amennyit te szoktál. Szoktunk-e így mérgesek lenni, vagy haragudni egymásra? És egy ilyen vicces része szembe jutott, hogy igen, és csak akkor, amikor van egy sorozat, vagy film, amiről akkor megbeszéljük, hogy jó, én is megnézem, és elmeséli az egészet. És mondom neki, hogy jó, de nem mondd el, jó, de akkor az történt, hogy, és mondja tovább, és akkor egy jós. Zömében 3 másodperc alatt el tud darálni egy 2,5 órás filmet. Ami ez tehetség kell szerintem. Bocsánat. Amit viszont nem tudok gyorsan, az a könyvolvasás. Uh-huh. Tök szégyellem, régen nagyon sok könyvet olvastam, de most nem tudok ébre maradni. Akármilyen napszakban kezdek el olvasni, 3 oldal után bealszom. Ez akkor jó, hogyha esetleg nem tudsz aludni, és akkor neki állsz olvasni, és akkor elaltad. Készen lettünk. A tiéd az 100%-osan kész? Az enyém kész, de nekem nem fog lógni róla már semmi. Nekem még az alját meg kell csinálnom, mert ugye, hogy ez lógni fog, és a másik részéhez még nem álltam neki, vagy nem kezdtem hozzá. Ezt majd ti mindjárt látjátok, de nekem ez egy kicsit későbbi projekt lesz. Nagyon szép. Nekem is nagyon tetszik a tiéd. Egyből az itt róla eszembe, mint hogyha egy ilyen kis tisztáson lennék, és egyébként lehet a gyertya színe miatt, mert ez olyan, mintha valami ilyen jeges folyó lenne, és akkor ott sétálgatnak az állatok, olyan kis nyugis feelingje van, nagyon tetszik. De tök büszke vagyok rád, hogy dekoráltad tovább, és tovább, és tovább. Nagyon sokat tettem rá ahhoz képest, amit... Igen, rengeteget. Azt nézem, hogy így megfújta a szél egy kicsit a dolgokat rajta, de majd ez még... Tök jó. Az meg így tényleg az lett, amit akartál, ez a Mikulás faluja így néz ki. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ne felejtsétek benézni a podcast oldalainkra. Ankoron is megtaláljátok. Apple Podcaston, Google Podcast. Most már ott is, most igen. Már ott Spotify-on. Is, Spotify-on is. Úgyhogy itt meghallgathattok minket egész nyugodtan. A szomszédom néven megtaláltok minket mindenhol. Instagramon, Facebook csoportot is, meg mindent. Úgyhogy csatlakozzatok. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ma találkozunk legközelebb. Addig is legyetek jók. Sziasztok! Sziasztok!